Szép jó estét kívánok mindenkinek! Rimóci István vagyok, az Eredeti Fény zen közösségének egyik gyakorlója, és engem kért föl Csongán Szunyim, hogy a ma esti dharma beszéde előtt megtartsam a bevezetőt. Segítségül fogom hívni ezt a kis könyvecskét, akik gyakoroltak már itt, vagy a Bajza utcában, ők ismerik. Akik még nem, azoknak szeretném egy kicsit bemutatni néhány részletét, és azokhoz rövid kommentárt fűzni. Ami még a bevezető beszédemmel kapcsolatban tervem, hogy nem csupán az itt lévőkhöz szólnék, hanem azokhoz is, azokhoz a kedves tévénézőkhöz, akik vagy már régóta tervezgetik, hogy valóban kipróbálják, hogy mi is ez a zen, szeretnének ismerkedni valahogyan a buddhizmussal, de még nem lépték meg az első lépést, tehát a számukra szeretnék elsősorban a 90 napos elvonulásról néhány részletet elárulni, hogy mi is az, amivel itt mi elütjük az időt és a teret. Az első napirendi pontunk az a 3/4-4-es ébresztő, amikor is mindenki tehetséghez mértem fölébred. Ebben kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy minél hamarabb, annál jobb. Tehát minél több a tümmögés, a nyújtózkodás, a gondolkodás azon, hogy mégiscsak inkább beteg vagyok, és ezt valakinek majd megmondom, aki ezt közli, vagy valamilyen elódázása ennek, az mind fájdalmasabbá teszi az ébredést. Tehát minél gyorsabb az ébredés, annál könnyebb. Tehát 3-5 perc alatt elmúlik az a kín, amit egyébként így ébredéskor lehet érezni. Aztán szépen fölsétálunk a templomhoz, hogyha időbe ébredtünk. Itt egy gyors teázás, fogmosás, vízivás után elkezdődik az első gyakorlatunk, ami az énekléshez körülbelül olyan 40-50 percig tart. Ezt követően van 10 perc szünet, és kezdődik 2x50 perc ülő meditáció. 2x50 perc között van szünet, amikor ki lehet menni felfrissíteni magunkat, vagy bennmaradni a terembe, és megőrizni azt a tudatot, amit így véltem, vagy valósan sikerült összemeditálgatnunk. Ezt követően 7 órakor van a reggeli, vegetáriánus reggeli. A 90 napos elvonulások alatt mindig kicsit úgy éreztem magam, mintha egy első osztályú vegetáriánus étteremben lennék mindemellett. Tehát kiváló ételek vannak mind a 3 étkezési alkalommal. Maximálisan ki vannak elégítve mindenféle étkezési diéták és ebben kapcsolatos igények. Tehát minden feltétel meg van teremtve ahhoz, hogy itt bárki minél jobban el tudjon mélyülni a gyakorlatában. Reggeli után másfél óra munka kezdődik, amit a konyhán lehet végezni, diótörés, hogyha jó idő van, kerti munkákat lehet végezni, takarítást és egyéb tevékenységeket. Majd 9 órakor kezdődik ismét 2x50 perc ülő meditáció, ami 11-ig tart. 11-kor egy étel felajánló szertartás keretein belül ismét 50 perc éneklés következik, és ételfelajánlás, majd délben ebéd. Ebéd után másfél óra szabadidős program, amikor a környéken lehet sétálni. Ugye ezen a felvételen most nem látszik, de minimum egy 6 hektáros birtok vesz minket körül, ami csodálatos minden évszakban, kerítések nélkül. És a 3-4-3 oldalról erdő kövezik ezt a
ezt a birtokot. Tehát bárkinek kedves, hogyha egy kicsit a természetbe tölteni időt, akkor az megteheti. Aztán jön a délutáni gyakorlás, 2-től 5-ig, 2x50 perc ismét. Majd megint egy óra szünet, amikor lehet mozogni, akár sétálni, vagy elvégezni azokat a dolgokat, amiket szükségesnek vélünk, tehát ez megint csak szabadidő. 17 órától vacsora, utána másfél óra szünet, ismét szabadidővel, és 18 óra 30 perctől kezdődik az újabb éneklés, újabb szertartás, 40 percben, utána pedig este 2x50 perc ülőmeditáció, majd 9 órakor nyugovóra térünk. Tehát ezek a keretek. Mit lehet ezeken a kereteken belül csinálni? Vagy miért vannak ezek a keretek? Beleolvasok ezekbe a szabályokba, ugyanis azt választottam, ez az egyik kedvenc olvasmányom az Énekek könyvéből, mert ugye az van ráírva, hogy énekek, de sok minden mást is tartalmaz. Énekek vannak benne, koan gyakorlatok, templomi szabályok és egyéb dolgok. Az első a szabályoknál a bódi tudat megőrzéséről. Először szilárdan el kell határoznod, hogy eléred a megvilágosodást, és megsegítesz minden lényt. Már felvetted az 5 vagy 10 fogadalmat, tudod, mikor tartod meg, és mikor szegd meg őket, mikor nyitottak, és mikor zártak. Engedd el kis énedet, és válj igazi éneddé. Az eredeti természetben nincs ez és az. A nagy kerektükör nem ismer vonzót és taszítót. A következő a tudatosságról szól. A tudatosságról ne ragaszkodj véleményeidhez, ne vitasd magánnézeteidet másokkal. Ragaszkodni és védeni véleményeidet gyakorlatod lerombolását jelenti. Tedd félre vélekedéseidet, ez az igazi buddhizmus. Ne menj oda, ahol nincs dolgod, ne hallgass olyan beszédet, amely nem tartozik rád, ne kövesd el a vágy, a düh és a nem tudás rossz karmáját. Ez az egyik kedvencem, itt nem olvasom fel az egészet, csak részleteiben olvasom. Egyébként ez az eredeti fény.hu honlapon megtalálható, letölthető ez a könyv, és a szabályok is megtalálhatók. Ez a maga a viseletről címet viseli, és a következő, a kedvenc részemet vettem ki belőle, ne ringasd magad abba a hitbe, hogy nagy és szabad ember vagy. Ez nem igazi buddhizmus. Csak a magad dolgával törődj, ne ítélj mások tettei felett. Ez egy nagy kedvenc. Az evésről. Ez is nagy kedvenc. Egy kiváló tanító mondta, egy nap munka nélkül, egy nap evés nélkül. Kétféle munka van, belső és külső. Belső munka a tiszta tudat fenntartása, külső munka az önző vágyak elvágása és mások segítése. Először dolgozz, utána egyél. Egyél csendben, ne kelts zajt, míg eszel, csak magaddal törődj. Ne foglalkozz azzal, hogy mások mit csinálnak. Hálával fogadd el, amit felszolgálnak. Ne ragaszkodj ahhoz, amit szeretsz vagy nem szeretsz. Ne keress kielégülést az evésben. Ezt még egyszer, hogy majd lehessen vágni. Ne keress kielégülést az evésben. Nem véletlenül ebbe bakisztam bele. Csak annyit egyél, amennyi gyakorlataid fenntartásához szükséges. Egész életedben ehetsz finom ételeket, tested mégis meg fog halni. Igen, és van még valami. Ja igen, ezt a végére hagyom. Igen. Tehát nagyjából ennyi, amit ebből a kis könyvecskéből sikerült össze
összeollóznom. És hát saját kútfőből, ugye ez mindig úgy van, hogy amikor nem kell beszélni, akkor nagyon megy. De amikor meg kell, és így meg is van határozva a téma, sőt olyan emberek előtt kell beszélni, vagy előadni, akiket ismer az ember, akkor ez akár meg is nehezít, nekem megszokta a dolgot, hogy akkor miről is, és a másik meg, ugye, tehát ez az egyik nehezék, ha ugye nehézzé teszem, ha könnyűvé teszem, akkor könnyű, akkor nem teszem semmilyenné, akkor csak csinálom. Tehát a másik, az pedig maga a téma, hogy beszélgessünk a buddhizmusról. Mi jut eszembe elsőre, másodikra, harmadikra? A buddhizmus ugye nem egy szubjektum, illetve nem egy objektum vallás, hanem egy szubjektum vallás. Tehát hogyan is lehet akkor hinni, ugye a mi kultúrkörünkben, ahol a kereszténység a legelterjedtebb, ugye ott a hittel kapcsolódik össze a vallás. De a buddhizmus még vallásnak sem nevezi magát. Ő maga is nagyon sok meghatározást használ, ha egyáltalán használ valamit. Ugye miért vagyunk itt? Ugye erre az egyszerű válasz, a legegyszerűbb az ez. A másik pedig, hogy megismerjük önmagunkat. Tehát ezek a gyakorlatok, ezek a dolgok, amiket felolvastam, ezek a napi rendi pontok, egészen a fölébredéstől az étkezésig és a sétáktól a munkáig, az ülőmeditációnk keresztül mind arra szolgálnak, hogy az önismeretünket fejlesszük. Ez az átadási vonal, amit mi követünk, ez 700 éves, és hát minimum van mögötte ezek szerint egy 700 éves tapasztalat. Hát el lehet azt képzelni, hogy mondjuk sokan ezen ülnek nagyon régóta, hogy erre a végtelenül egyszerű kérdésre megtalálják a választ. És hát még nem sikerült nekik, de nagyon sok tapasztalatuk van ebben. A következő nehézség így az előadáson és magán a zenen túl az ugye az átadás. Tehát akkor most beszéljünk arról, ami történik, vagy nem történik, hogy mi is ez valójában. Valahogy úgy próbáltam megfogalmazni ezt így madáretetés gyakorlat közben, hogy a törekvés során szerzett tapasztalatokban rejlő felismerések és belátások. Tehát ugye a Szívszútra azt mondja, hogy nincs megvalósítás és nincs megérkezés, mivel nincs, amit el kellene érni. Hát akkor tök jó mehetünk haza. Tehát, hogy így itt voltunk, nem kellett mit elérni, akkor ezt teljesítettük, és akkor lehet. De lehet hazamenni, az már más kérdés, hogy ugye hova? Hova haza? Tehát, hogy van-e? Van-e igazi haza? Tehát, hogy ez a, ha nincs ugye megvalósítás, nincs elérés, akkor mi van? Törekvés van arra, hogy nyugodtan tudjak ülni a fenekemen 50 percig, hogy ne csörögjek az étkező szettemmel, és hogy ne beszéljem át a munkaperiódusokat. Ha hotázva, hanem próbáljak figyelni valamire, amiről tudást szeretnék. Több tudást, mert úgy néz ki, hogy az a tudás, ami eddig volt róla, az nem volt elég, tehát ide jöttem, hogy többet szerezzek. És ez a törekvés során megszerezhető ez a fajta tapasztalat. És ezek a felismerések és ezek a belátások, amik tovább visznek azon az úton, ami önmagam megismeréséhez vezet, és ez az önismeret mindenkinek jó, tehát jobb lesz tőle az életminőségem, és mivel az életminőségem jobb lesz, ezért jobb lesz a körülöttem lévők életminősége is. És ha magamon tudok valóban segíteni, akkor másokon is tudok segíteni. És megoldást találhatok azokra a dolgokra, amikre esetleg más eszközökkel nem találtam megoldást. A másik megfogalmazása, mit is keresünk rá, az valami olyasmi volt, hogy
azt, ami már eleve van. Csak ettől eltávolodtunk. Tehát nem valami olyasmit keresünk, illetve a keresés által megpróbálunk el nem érni, ami valami új, vagy ami valami ismeretlen, hanem épp az ellenkezőjét, tehát az eleve létezőt, az eleve önmagunkat, amit ugye úgy is szoktak nevezni, hogy a buddha természetünket. De ha a buddha természetet akár, vagy a buddhizmus kivesszük belőle, csak ez az eleveség marad, és éppen ez adhatja meg a nehézségét, hogy ugye nem látom, mert ott van az orrom előtt. Nem látsz a szemettől, ugye ezek tele van a nyelvünk ilyen dolgokkal. Tehát az eleve ott lévőt megpillantani, és amikor megpillantjuk, akkor egy pillanat alatt föl lehet ezt ismerni, hogy jé, ez az, ez a valódi, ez a Pista. És akkor aztán lehet azt hosszítani, és ezt meg lehet érezni. Be lehet látni, fel lehet ismerni. És akkor lehet törekedni arra, hogy ebből minél többet lássunk ebből a valódi önmagunkból. A világból nem kell külön, mert az ugyanolyan, mint mi. Úgyhogy ahogyha magunkból meglátjuk a valódit, akkor a világ valódisága is kinyílhat számunkra. Végezetül pedig megint egy fontos rész. A dharma beszédről. Amikor az emmester beszédét hallgatod, tartsd tisztán a tudatod. Ne ragaszkodj a szavaihoz. Vágj el minden gondolatot, és fogd fel szavai igazi jelentését. Ne gondold azt, hogy én már ezt elértem, én már elértem a nagy megértés számomra, nincs haszna ennek a beszédnek. Ez önmagad félrevezetése. Ha kérdésed van, tedd fel az emmesternek azután, hogy befejezte a beszédét. Ha egy kígyó vizet iszik, a víz méreggé válik. Ha egy tehén vizet iszik, a vízből tej lesz. Ha ragaszkodsz a tudatlansághoz, életet és halált hozol létre. Ha megtartod a tiszta tudatod, buddhává válsz.